Európa bajnokság és olimpia is színesítette a 2021-es évet. Ráadásul a pécsi úszók rendkívül sikeres esztendőt tudhatnak maguk mögött. Kenderesi Tamás egy EB bronzéremmel és egy olimpiai negyedik hellyel, Konkoly Zsófia 3 EB arannyal és egy ezüstéremmel, valamint a paralimpián 2 Európa csúccsal és egy paralimpiai rekorddal, ami 1 arany és 2 ezüstérmet jelent, Iván Bence pedig egy EB bronzéremmel és egy paralimpiai 9. hellyel gazdagodott. Amikor tolódott az olimpia, meg az Európa-bajnokság, akkor mi ezt úgy fogtuk fel, hogy kaptunk plusz egy évet. Nagyon hamar elment ez az egy év, és úgy gondoljuk, hogy ezt nagyon szépen kihasználtuk, úgyhogy nagyon jó eredményeket értünk el, úgyhogy az, hogy 3 úszónk is kim volt az olimpián, illetve a paralimpián, az egy nagyon szép eredmény, és az, hogy milyen eredményeket értek el, az pedig habatortán. A sportolók méltán példaképei a PSN ZRT fiatal úszóinak. A szakosztály tagjai köszöntötték a sikeres versenyzőket, akik egy kerekasztal beszélgetés során buzdították és ellátták jó tanácsokkal a fiatalokat. Azt tudom tanácsolni, tényleg nagyon sokan voltak, hogy tényleg azért küzdjenek, amit szeretnének elérni, és hogyha higgyek el, akkor adjanak bele mindent. Ez egy kitartó sportág, nagyon monoton, úgyhogy ez nagyon nagy kitartás kell, de azt tudom nekik tanácsolni, hogy addig ússzanak, ameddig szeressék, és mindig részcélokat kell felett, amik teljesíthetők, és akkor nagy úszók lehetnek belőlük. Kitartás az a legnagyobb alapja az úszásnak szerintem. Legyen meg mindenkinek a célja, a motivációja ahhoz, hogy jól teljesítsen az edzéseken, és hát a nehéz időszakokban is tovább kell menni. De ezt még nem mondtam, de majd mondani fogom, hogyha valakinek valamilyen kérdése van, akkor írjon rám, hogyha már így nem mer megszólítani esetleg itt a színpadon. Az est meglepetés vendége Konkoly Zsófia példaképe, Sors Tamás világcsúcstartó, többszörös paralimpiai világ- és Európa-bajnok úszó volt, aki elmondta, hogy az elmúlt időszakban világszinten is megnövekedett a parasport és a parasportolók iránti érdeklődés. Volt több élő közvetítés is a médiában, aminek szinte nagyon örültem. Ez már azért Rióban is, meg Pekingben is, meg Londonban is nagyjából megmutatkozott, de én azt látom, egyre jobban érdekli a társadalmat és az embereket, hogy mi is ez a paralimpia. Ugyanúgy szurkolnak, és ugyanúgy magyarok vannak kint, akik képviselik a hazájukat. A PSN ZRT kiemelkedő versenyzői és edzői emlékplaketteket kaptak, valamint Konkoly Zsófia egy serleget is átvehetett Sors Tamástól. A rendezvény jótékony célt is szolgált. A sportolók és edzők által felajánlott állateledelt a Misina Természet és Állatvédő Egyesület kapta meg.